Sziasztok, én Eres vagyok, ez pedig itt az Eres Könyvtára csatorna. A mai alkalommal bemutatom nektek, hogy mit olvastam a szabadságom alatt. Az az igazság, hogy nagyon sok videót terveztem a szabadságom idejére, de sikeresen belekeveredtem egy betegségbe, és nagyon sokáig nem volt hangom, és nem is tudtam videót készíteni nektek. De most újra itt vagyok, és új lelkesedéssel álltam neki a videókészítésnek. Volt egy előző videóm, amelyben bemutattam nektek néhány könyvet, amelyet úgy terveztem, hogy a szabadságom alatt fogom elolvasni. Hát ez sajnos nem igazán jött össze, tehát elterveztem valamit, és teljesen más típusú könyveket olvastam, de én úgy gondolom, hogy ez sem gond, az a lényeg, hogy minél többet olvassunk, amikor van rá időnk, és hogy azokat a könyveket vegyük elő, amely éppen a lelkünknek leginkább kell. Én ebben az időszakban leginkább szórakoztató regényeket olvastam, rengeteg fantasyt. A fantasy mennyisége két dolog miatt került bele ebbe a kupacba. Egyrészt a Mojon egy kihívásra beneveztem, hogy olvassunk el 10 000 oldal fantasyt, és szerettem volna a szabadságom ideje alatt ezt már letudni, azóta meg is szereztem a plecsnit. Ezen kívül pedig őszinte leszek, elkapott a hív, és amikor egy sorozatot olvasok, nagyon nehéz úgy nekiállni egy másik kötetnek, hogy ne folytasd azt a szálat, amelyet éppen abban a regény folyamban letettél. De nem is húznám tovább a szót, akkor most megmutatom nektek, hogy miket olvastam a szabadságom alatt. Kezdem a kisebb könyvekkel. Az első ilyen, Szőrös Pisztráng, izlandi regék és mondák, mutatom így közelről is nektek. Ez egy nagyon aprócskas kis kötet, inkább meséket és legendákat tartalmaz, szellemtörténeteket, ami nagyon érdekes volt számomra, hogy azt a fajta természetközelséget, ami az izlandiakra jellemző, azt nagyon-nagyon hozták a történetek. Aranyos kis kötet volt, nagyon hamar végeztem vele, én ezt mindenkinek ajánlom. Ha jól emlékszem, valami nagyon olcsón szereztem be az Könyvudvar egyik rendelésében. Hogyha van kedvetek megismerkedni az izlandi regékkel, amik igazából inkább mesék és szellemtörténetek, akkor sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet. A kötet ismét egy ilyen szórakoztató jellegű anekdota gyűjtemény. Somonyi Zoltánnak a Tessék mondani milyen vallású. Ez a kis kötet irodalmi anekdotákat tartalmaz. Lehet úgy haladni, hogy egy-egy szerzőhöz milyen anekdoták kapcsolódnak, illetve úgy is, hogy ahogy én olvastam, hogy végigolvasod ezt a kis rövid kötetet. Sok vicces, aranyos, kedves történet volt benne. Sok szeretettel ajánlom, hogyha olyan könyvet szeretnél, amelyben több rövid történet van, ez egy nagyon jó választás. Következő kis apró kötet, amit a kezemben tartok, a védő borítóját azt levettem, mert sajnos sérült volt. Ez Emily Bronte verseit tartalmazza, egy 1988-as Európa kiadós kiadás. Nagyon-nagyon szép versek voltak benne. Néha elgondolkoztam, hogy vajon kihez íródtak ezek a romantikus költemények. Nagyon szép, lélekemelő gondolatok voltak benne. Teljesen kikapcsolt, feltöltött. Aki szereti Emily Bronte világát, vagy az ő műveit, olvasson tőle verseket is, mert érdemes. Nekem nagyon tetszett. A következő könyv, amelyről szerintem Zoltán Tamástól nagyon sokat hallhattatok, ez Kátya Kettútól a Róz elment. Ez egy indián rezervátumban játszódó
történet, ahol is a főhősnőnk visszamegy több évtized után, és megpróbálja kideríteni, hogy mi történt az ő édesanyjával, és hová tűnt, miért tűnt el. Nagyon sok sanyarú sorsú indián mutat be ez a történet. Igazából a főszereplőnk sorsán keresztül egy egész népnek a tragédiáját mutatja be. Ami számomra csodálatos volt, hogy ez a kötet levelekből áll, és néha ezek a levelek olyanok, mintha indián regét olvasnál. Nem tudod, hol van vége a valóságnak, és hol kezdődik maga a mítosz. Csodálatosan szép, kicsit úgy éreztem, hogy az író így tudja megadni a jogos igazságot ennek a sokat szenvedett népnek. Aki szereti az indiánokat, olvassa el, csodálatosan szép, nagyon felemelő könyv volt. Következő kötet, amit olvastam, Frederick Bachmann-tól, az Itt járt Brit Mary. Ez egy nagyon jó kis szórakoztató könyv, egy idős hölgyről, egy 60 éves hölgyről szól, akit elhagy a férje, és 30 év után ő állást szeretne keresni, és egy kisvárosba, Borgba küldik, ahol ő lesz az ifjúsági szállónak a mindenese. Közben igazából az egy kis haldokló település, ahol a Brit Marynak a katonás, lendületes energiájára van szüksége, hogy ez a település újra elinduljon. Nagyon tetszett a könyv, a végével nem igazán tudtam kivékülni. Nem értettem azt, hogy egy hölgy, akiben ennyi energia van, hogy egy egész kisvárost újra tud indítani, és újra tud, újra életre tud kelteni, az miért megy vissza a férjéhez. Tehát számomra egyedül a vége nem tetszett a könyvnek, így csak 4 csillagot tudtam ráadni, de ettől függetlenül szórakoztató, vicces könyv, tulajdonképpen egy kicsit, mintha rólunk is szólna. Következő kötet a Sötét magányos átok, amely egy Szépség és a szörnyeteg újra mesélés. Ezzel a könyvvel nekem több problémám is volt, amiért elolvastam. Igazából készülök egy videóval a Tüskék és rózsák udvara és ennek a könyvnek az összehasonlításával, mivel mind a kettő egy mesét dolgoz újra, és azon a szálon indul el. Nem szeretnék túl sokat elmondani róla, a lényeg az, hogy ez a könyv nekem nagyon nem tetszett. Nagyon sok helyen nem éreztem logikusnak az egész történetet, tehát hogy miért csak 300 év után kezd el a herceg a saját birodalmával foglalkozni, bővebben ki fogom fejteni ellen. Fogok erről a könyvről is majd többet beszélni az összehasonlító videóban, és akkor el fogom mondani az érveimet, hogy miért nem tetszett, és miért. Nem ajánlom azoknak, akik az ilyen újra mesélt történeteket keresik a fantasy világban. A következő könyv, ami számomra meglepetés volt, és egy nagyon kedves barátom Anna ajánlotta, az a Virág Szamuráj Párna könyve. Nagyon ritkán olvasok Japánról, nehéz számomra elfogadni azt a világot. Ő mindenképpen erősködött, hogy olvassam el ezt a kötetet. Az az igazság, hogy nem csalódtam benne. Ha valaki azt gondolja, hogy ez egy szerelmes regény, nem, ez egy eléggé megrázó és véres történet. Japánban játszódik. Ami nagyon érdekes, hogy ez a kötet, bár kitalált történet, magát a párnakönyveket többet is találtak régészek, és az abban lévő verseket, haikukat az író beledolgozta ebbe a kötetbe. A 12. századi Japánban játszódik. Azoknak ajánlanám, akik szembe tudnak nézni az akkori japán kemény feudális társadalmával. A Virág Szamuráj párnakönyve nagyon sok megrázó részt tartalmaz, akár a kislányokra nézve, akár a japán emberekre, szamurájok
világra tekintünk. Teljesen más világ, más gondolkodásmód, egy nagyon zárt közegben éltek nagyon-nagyon sokáig, így a társadalmuk is egy teljesen más fejlődésen ment keresztül. A könyv az csodálatos, a haikuk fantasztikusak benne. Nem gondoltam, hogy nekem egy ilyen kötet tetszeni tud, de aki szeretne elmerülni a 12. századi Japánba, annak sok szeretettel ajánlom. Szerelem is van benne, egy nagyon szép történet. Számomra jobban tetszett, mint a egyes emlékiratai, ott a film volt az, ami sokkal jobban megfogott, mint maga a könyv. Szóval, hogyha szeretnétek egy kicsit kalandozni, akkor sok szeretettel ajánlom a Virág Szamuráj párna könyvét Barbara Lazartól. Most pedig bemutatom azt a könyvsorozatot, amely bűnbe vitt és eltérítette az eredeti olvasási tervemtől. Sarah James-től több könyvet olvastam már, az Üvegtrón sorozat az, amelyet akkor még nem olvastam. Ez 9 kötetet foglal magába, és eldöntöttem, hogy a szabadságom alatt elkezdem olvasni ezt a regénysorozatot, amely annyira jól sikerült, hogy 4 kötetet egyből el is olvastam. Már mindegyik eléggé terjedelmes, a legrövidebb is 530 oldal körüli. Az első volt ugye az Üvegtrón, és azt követően még 4 folytatása. Számomra kellemes olvasmány volt, bár azt most is el kell mondanom, hogy elég rendesen túlírta a szerző, tehát vannak olyan kötetek, ahol hullámzik a történet színvonala, tehát túl sok mindent akar belesűríteni a szerző. Én kapásból 2 kötettel kevesebbre terveztem volna ezt a sorozatot, bár én úgy gondolom, hogy ebben a terjedelemben benne van a rajongók unszolása is, és az, hogy ez az egész történet úgy indult el, hogy egy blogon kezdte megjelentetni a szerző, és ezt követően rá egy évre jelentkezett egy kiadó, hogy vállalja a kiadást. És ezt követően évente jelentek meg a következő kötetek. Annyit, hogy Sarah James írói világa nagyon-nagyon sokat fejlődött. Ezeken a köteteken, tehát ha olvassátok, látszik, hogy még nem nincs meg az a kiforrott írói stílus, mint a legújabb kötetekben. Tehát itt még nagyon az ifjúság felé kacsingat, tehát ugye ezek piros pöttyös könyvek, és nagyon sok olyan rész van, amely ilyet későbbiekben szerintem már ő maga is másképp írt volna meg. Nagyon tetszik amúgy a sorozat. Kíváncsi vagyok arra is, hogy fogja majd Sarah James a 3 világot, tehát a Tüskék és Rózsák világát, a Crescent City-t és az Üvegtrón sorozat világát összekapcsolni egy regényben. Nagyon kíváncsi vagyok már a Crescent City-nek a második részére, és rettentően várom, úgyhogy arról is fogok majd videót készíteni. Írjátok meg nekem, hogyha már olvastátok, vagy hogy esetleg Sarah James-szel kapcsolatban milyen tapasztalataitok voltak, jók, rosszak, kinek mi tetszett, mi volt az, amit nem szerettek benne, vagy mely karakterek voltak, akiket kedveltetek, illetve nem kedveltetek. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Én Erhes voltam, ha tetszett a videó, kérlek, lájkold, és iratkozz fel a csatornára. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!